Come on, oh, baby, don't you wanna go? But come on, oh, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, oh sweet home Chicago. Szeretettel köszöntjük a televízió nézőket. A Próba Terem című magazin műsorunk jelentkezik a Fejévár Televízióban. Újra itt ülünk a Próba Teremben. Azon kívül, hogy a tévénézőket is köszöntöm, ezzel együtt és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Mics Márton, próbatermünkben vagyunk együtt. Hát Marci, neked nem újdonság a Próba Terem légköre. Szervusz! Szia, én is köszönöm szépen a meghívást! Évek óta koptatjuk a különböző színpadokat, hol együtt, hol külön, rengeteg helyen játszottunk, zenéltünk együtt, és azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy rengeteg helyen próbáltunk együtt, különböző formációkban. Én ismerem az álláspontodat, de azért most hadd faggassalak a próbákkal kapcsolatosan. Szóval szeretsz-e próbálni, Marci? Nem minden esetben szeretek próbálni, ez nyilván attól is függ, hogy éppen milyen zenekarra próbálunk, tehát mondjuk egy saját zenekarra készülünk egy lemezre, vagy egy koncertre, akkor hazudnék, hogyha azt állítanám, hogy azt nem élvezem jobban, mintha, hát most nem akarok zenekar neveket mondani, de hogyha ilyen idézőjelben rabszolgamunkát kell csinálni, és akkor adott időre, adott számokat megtolni, oda menni, és sárga akkor megtolni. Sárga csekkek bűvöletében, ahogy szoktuk ezt mondani. Arccal a gázsi felé, igen. Szokták mondani. Nyilván van próba és próba közt különbség, azt gondolom. Amikor a saját dalaidat írod, amikor a saját szerzeményeidet fogalmazod meg magadba, és mondjuk elérakod a zenekarodnak, például a Mics Jazz Band-del próbáltok, akkor ott a próba szigorú hát menetrend szerint zajlik, tehát mész, megmondod, hogy kinek mi a dolga, vagy közösen rakjátok össze a próbateremben a dalaidat? Hát igazából én készre írom ezeket a nótákat, igazából friss ez a tapasztalat, hát nyilván most már azért több évtizedet csinálom ezt, de a Mics Jazz Band-ben most folyamatosan új számokat próbálunk, veszünk föl. És ez tényleg úgy működik, hogy én megírom otthon a számot, leírom mindenkinek, hogy mit kell játszania, de abszolút, hogyha van valakinek egy jó ötlete, volt próbálni is, hogy Kovács Gergő például, aki ugye basszusgitározik a Mics Jazz Band-ben, hogy kitalált valami másfajta basszus groove-ot, és akkor mondta, persze, tök jó, akkor legyen ez. Tehát nincs az, hogy nem, már pedig én ezt írtam, és akkor ezt játszod. Van nyilván olyan, amiben mondjuk nem engedek. Tehát, hogy meghallgatom, és utána elmondom, hogy miért nem. Uh-huh. Hogy ez nagyon szép, csak majd a saját lemezeden. Nem, de jó hangulatban szokott elni például egy Mics Jazz Band próba, tehát, hogy nincs ilyen diktatórikus szankció senki felé, senki irányába. Jó hangulatban telnek a próbák, és tényleg én abszolút fogékony vagyok mindenkinek a zenei ötletére. Marci, rengeteg olyan produkcióban is dolgozol, amikor éppen nem vagyunk bezárva, tehát a zenészek nem karanténban kénytelenek létezni. Rengeteg session munkát is válasz. A session produkciókban, tehát amikor is ugye meghívott vendégként, beugrósként, és nem pedig állandó tagként vagy része egy formációnak, az mennyiben jelent más munkát, mondjuk felkészülés tekintetében, vagy ha már egy próbateremben ülünk, akkor mondjuk éppen a próbákkal kapcsolatosan? Én azt tanítom, azt próbálom tanítani a tanítványaimnak is elsősorban az egyetemen, hogy függetlenül hangszertől, mindentől ének, tehát ha valaki énekes, akkor talán még ez fokozottan igaz, de minden hangszeresre úgy gondolom, hogy ez abszolút igaz, hogy az ilyen szituációkban, mert nagyon sokszor kerültem el én is ilyen szituációkban, hogy fölállok a színpadra, nincs előtte próba, semmi, meghívnak vendégnek, vagy ne adj Isten, nem ér rá egy másik szaxofonos, beszámolnak, még azt sem mondják meg, mi a hangnem. Elindul a nóta. Egy igazán jó zenész, én azt gondolom, és ebből van talán ma egy kicsit hiány, az meghallja a zenét, bele fúj, vagy játszik egyetlen egy hangot a hangszerén, még ha az egy rossz hang, abban a pillanatban ahhoz a hanghoz képest neki kötelessége tudni azt, hogy ez a szám milyen hangnemben van, hallani kell a harmóniakört, és azt mondják, hogy na most akkor szaxofon szóló, gitár szóló, zongora szóló, előre kell menni, és tudni kell egy jót rázni. Én azt gondolom, hogy ez lenne a fő cél minden zenész számára, tehát hogy erre a szintre eljutni, hogy az ember föláll a színpadra, elindul a koncert, és hallja, hogy mi történik körülötte zeneileg, mert nyilván csak akkor lesz hiteles és színvonalas, aztán nyilván ennek vannak különböző szintjei. Én egy kicsit ezt hiányolom a mai zenei világból, hogy nem azok az emberek állnak a színpadon, akik urai a hangszerüknek, tehát hogy tényleg olyan emberek
állnak, és tényleg most nem szeretnék semmiféleképpen zenekar neveket mondani, de ilyen féltehetséges zenészek állnak a színpadon, és hogyha mondjuk megáll a hard disk vagy valami, akkor kétségbe esetten zokognak. De tényleg volt ilyenre is például, most megint nem mondok nevet, mert az ország egyik leghíresebb zenekara. Azért ilyen nem volt divat, vagy nem is divat a United balról is. De most sorolhatnék olyan zenekarokat, akik az úgy zenéltek, hogy az elképesztő. És ez, én ezt nagyon hiányolom ma, és egy kicsit ez elszomorít engem, hogy kevés az igazán jó zenész, és hát remélem, hogy ez nem marad sok erőn. Reméljük, hogy a próbatermekben sok új zenekar és zenei formáció nő majd fel. Akkor jól sejtem, hogy a Mitch Jazzben sosem fog hard diskről koncertet adni? Remélem, nem. Egy-kétszer is belefutottam egy videóklip forgatáson, nyilván előre följátszottuk a zenét, és utána videóklipet forgatunk hozzá, és akkor ott hátulról szólt valahol a zene, és hát playbackelni kellett. Csak szaxofonnál azért is sokkal nehezebb, azt gondolom, mint gitáron, zongora, mert ugye az nagyon kellemetlen, amikor mondjuk telibe engem vesz a kamera, és ugye szaxofonnál én pont akkor veszek levegőt, de közben szól a hangszer. Tehát azt nem magyarázom ki, az a gitáron, zongorát talán el lehet kaparászni, és azt ki lehet jobban magyarázni. Nyilván én sem szeretem ezt, egyszer-kétszer belefut az ember, de azt visszatér a Mitch-ezben, de nem, hát az abszolút nem az a műfaj, amit le lehetne playbackelni. A Mitch Jazz Band életed nagy története, hiszen tulajdonképpen én a zenész pályafutásodra tekintve én mindig a Mitch Marciról a Mitch Jazz Band azonnal ez volt meg. Aztán nyilván utána, ahogy jobban megismertelek, derült ki számomra, hogy számtalan session munkát is végzel, illetőleg aztán utána zenéltünk együtt néhány produkcióban. De mivel a Mitch Jazz Band azt hiszem talán életed legfontosabb formációja, mit csináltok most, mi zajlik, és vagy egyáltalán mire készültök? Ugye a második lemezünk. Hát lemezünk, igazából nem tudom, hogy ez még lemez formát fog-e önteni, mert nem nagyon látom ennek keletjét ugye 2020-ban. Ugye én vennék majd egyet. Akkor neked csinálok egyet. 100 000-ért eladom, mert több nem. De egy viccet félretéve, volt egy lemezünk, a Second Step című lemez, amit 2020-ban, szerintem az már ilyen 10 éves. Tehát az ilyen 11-12 éve jelent meg az a lemez, teljesen máshogy játszik azóta mindenki. Jobban? És most így, hát ezt ne én döntsem el, ezt majd eldönti a közönség, vagy a szakma, nem tudom. És azóta, most hát nem azóta, hanem az utóbbi egy évben elkezdtem írni új számokat, és elkezdtük őket felvenni, és az a terv, hogy minden egyes számba hívok egy vendégművészt. Most az első számot azt csak 4-en vettük föl, ez a Pajti című szám, nem tudom, mert nem is én adtam ezt a címet, mert Horváth Janik a kutyáját hívják így, nem tudom, rám erőszakolták ezt a címet. Egy kutyáról. Rajta maradt. Ez nagyon jó. Brian Adamsnek az egyik videoklipjében, talán a Please Forgive Me című dalban, egy kutya bóklászik végig a stúdióban, és igazából a videoklip arról szól, hogy a kutya mit csinál a stúdióban. Jelzem, egy zseniális dal, de bocsánat, visszatérve. De lehet, hogy itt elég Janikát megkérjük, hogy a stúdióba engedje szabadon, bár lehet, nem örülnék. Na mindegy, szóval igen, készülünk új dalokkal, és minden számba szeretnék egy vendégművészt hívni. És ugye most egy dal készült eddig el, most nyilván a vírushelyzet miatt nem tudtunk dolgozni, de megyünk előre, és mindenféleképpen szeretnék egy éven belül fölvenni egy 8-10 notát. Hát a Pajti került a szóba, akkor jöjjön a Pajti című videóklip, utána beszélgetünk a dalról, hiszen ez egy remek dal. Egy jazz felvételről van szó, én remélem, hogy... Nagy sláger. Fütyülető. Egy hatalmas egy jazz sláger, amennyiben ez nem diszonáns egymással ez a két kifejezés. Tartsanak velünk a folytatásban is.
Pajti című felvétel itt a Fehérvár Televízióban. Marci, kicsit beszélgessünk arról, hogy ez egy stúdió videoklip volt tulajdonképpen. Egy stúdió munkát mutatott be, azzal együtt pedig egy brilliáns jazz muzsika volt. Felteszem, dalszerző minden tekintetben, tehát a nevedhez köthető kategória, ugye? Hát igen, igazából a Mi Jazz Band az abszolút én vagyok. Tehát ez mindig is én voltam, és én, ha jó, ha rossz, az én vagy. Tenszer engem kell keresni, igen, engem kell, igen. Reklamáció. Okay. Tudjuk, hogy a Pajti a kutyáról lett elnevezve, viszont a stúdióval fölvettétek, ez koncepció volt, hogy csináljunk egy stúdió videóklipet? Ha már egy próbateremben ülünk, akkor az érdemes beszélgetni a háttérmunkákról. Tehát ez volt a cél, hogy ilyen még nem volt, csináljunk egy stúdiós klipet. Igen, abszolút ez volt az elképzelésem, úgy az előzőekben említettem, hogy maga a lemez szerintem értelmetlen. 2020-ban megcsináltuk az első lemezt, akkor még talán többen hallgattak, de tényleg senki nem hallgatsz már lemezt, én magam se. És inkább azt találtam ki, hogy a kerékgyártó Zoli barátomnál a stúdióba vegyünk föl számokat, hívjunk vendégművészeket, mindegyikből csinálunk, ugye ott van több kamera a stúdióban, egy videóklippet, és hát igazából azt gondolom, hogy nagyon sokan ki vannak éhez a vizuális élményre is. Tehát nem csak az érdekli őket, hogy meghallgatják, és milyen a hang, vagy milyen a zenekar, hanem szeretik, nem hogy szeretik. Tehát hogy készül? Igen, tehát hogy lássák készül az embereket, hogy ott ül a zongoránál, hogy játszik. Tehát hogy ez 2020, és szerintem teljesen felesleges ma már lemezt csinálni, lemezt gyártani, és abszolút ez volt a koncepció, hogy oda bemegyünk, fölveszünk több kameraállásra, és akkor tényleg hallanak és látnak is minket egyaránt. Ha valaki kíváncsi ránk és szeretne minket meghívni, hova koncertezni, akkor mind a kettőt megteheti. Lelki szemeim előtt már látom a lemezgyárak telefonjait, vagy leveleit így ezután a műsor után, hogy hát azért mégiscsak kikérik maguknak. Marci, a Mi Jazz Bandben nagyon elfoglalt zenészek dolgoznak, amikor éppen van munkája a zenésznek, tehát mondjuk optimális esetben. Hogy sikerül összetartani ennyi idő után is egy ilyen elfoglalt csapatot? Én azt gondolom úgy, hogy mindenki szereti csinálni, és összeletet. Mindenkinek annak arra van ideje, amire szeretné, én is így élem az életemet. Nyilván valamikor kicsit nehezebb összehozni egy próbát, valamikor könnyebb, de hogy mindenki, amikor elkezdtünk, tényleg most volt egy pár év kihagyás, amikor csak így séróból, rutinból koncerteztünk, és játszottuk azokat a számokat, amiket már 10 éve játszunk. És amikor ezek az új számok, én azt gondolom, hogy nehezebbek technikailag, minden szempontból. És nagyon jó érzés volt az első próbán, sose felejtem ezeket a pozitív energiákat érezni mindenki részéről, hogy élvezték, mondták, hogy fú, mikor próbáljunk megint meg, hogy még csináljuk, tehát hogy jó volt ezt érezni, és talán pont ezért könnyebb a próbákat is összeszervezni, mindenki szeretné ezt csinálni, és mindenkinek érdeke az, hogy jó legyen, és hogy azt gondolom, hogy a zenekarból azért elég kevesen játszanak
jazzzenét, sőt, sajnos talán nem is játszom. Sose baj, hogyha egy zenekar tagjai szeretik azt, amit csinálnak. Egy kicsit ugrunk a beszélgetésben, és egy más irányba gondolkodunk. Tudom, hogy ezután a felvétel után, amit most fölveszünk, azon a gyerekes programod van. Igen. És ezzel már el is árultam, hogy hát gyakorló apukaként ülsz itt velünk. Egy olyan videóklip bejátszás következik, amit a gyereknek írtál, amit aztán majd te el fogod mondani, hogy mi célból tettél meg, de valószínűleg tartom, hogy ilyen nyomokat, emléket hagyjunk magunk után felkiáltással. Úgyhogy a televízió nézők most egy olyan videóklipet néznek, ami Mitch Marcy szerzeménye, és hát a gyereknek írva. Maradjanak velünk. Próbaterem, a könnyű zenei magazin műsor. Pillancs be te is próbatermünkbe, és ismerd meg Székesfehérvár, vagy akár a megye zenészeit és zenekarait még közelebbről.
Mics Mártonnal beszélgetünk a próbateremben, és Marci, az előbb egy olyan videóklipet játszottunk le, vagy egy olyan videóklip szólalt meg itt a televízióban, amit most ilyen szentimentális hadd legyek egy picikét, amit a gyereknek írtál, valamiféle ilyen hagyok magam mögött emlékeket majd neked. Jól érzem, hogy valami ilyen üzenet van ebben a dalban? Igen, azt gondolom, hogy amikor írtam ezt a dalt, hogy talán a legmaradandóbb, amit adhatok a kisfiamnak, Ábelnek, az, hogyha írok mondjuk neki egy számot, bemegyek azt a szobájába, tele van játékokkal, mindegyikkel játszik fél órát, aztán utána nem is emlékszik rá, hogy van ilyen játéka, és gondoltam, hogy talán tényleg ez a legmaradandóbb, amit több évtized múlva is akár elő tud venni, meg tud hallgatni, és remélem, hogy büszke lesz rá. Igen, ezt a számot Ábelnek írtam, és ugye említetted, hogy ne legyünk túlságosan szentimentálisak. Ez konkrétan úgy történt, hogy megírtam ezt a számot, és emlékszem rá, hogy elmentem kisfiamért, és ott voltunk a szobában a zongora mellett. Én ültem a zongorán, és akkor mondtam neki, hogy írtam neked egy számot. Ő ült az ágyom, hogy eljátszom-e neked, hogy kíváncsi, hogy persze. És tényleg így volt, ezt most nem ferdítem, és elkezdtem, tehát eljátszottam neki egy száz zongorán, mert akkor még nem volt semmi más, eljátszottam neki a számot, és akkor elkezdett, én is így meglepődtem így zokogni, sírni, és odaült az ölembe, és akkor kérte, hogy játszom el neki még egyszer. És eljátszottam neki még egyszer, és akkor utána meg azt mondogatta sírva, hogy mennyire szeret engem, és hogy soha nem akar el. Tehát, hogy tényleg gyönyörű, szép volt. Tehát, hogy ilyeneket azt gondoltam, hogy csak a filmekben vannak, és én magam se gondoltam, hogy a saját gyerekemből ilyen érzelmeket ki fog váltani. Azt gondoltam, hogy jó van, édesapám nagyon ügyes, vagy csak gyere, menjünk már focizni. Tehát valami ilyen reakcióra számítottam, és erre abszolút nem gondoltam, és ez így nagyon mélyre ment, és a videóklipben pedig ketten vagyunk benne. Ugye Ábel dobol, valójában a felvétel nem ő dobol, ezt is nehéz volt letolni a torkán, hogy valójában nem ő dobol, de a videóklipben ő dob, és ő ezt nem értette, hogy ez mit jelent. És azóta egyébként írtam egy második számot, és Ábelnek, amiből hamarosan szintén készül egy videóklip. Tehát az is, hogy lesz egy ilyen Ábel sorozat, nem tudom, csak ezek így jönnek belőlem, és így gyártam őket. Hát én ismerlek régebb óta, mióta így együtt dolgozgatunk, és látom rajtad a nagyon mélyről jövő apát, tehát most hadd mondjam ezt az ősapa karaktert, tehát, hogy, és tudom azt is, hogy mennyire szereted a gyereket, úgyhogy én az Ábel sorozathoz sok sikert kívánok neked, viszont zenész lesz a gyerek, hiszen közös kedves barátunk Csorba Peti tanítgatja dobolni, ha még tanítgatja, nem tudom. Igen, tanul, ugye Ábel nem Fehérváron lakik, Komlón lakik, két hetenként van itt, meg ilyenkor szünetben ugye egy heteket, ami viszonylag sok idő. Szeptembertől ott Komlón is beiratkozik dobolni és szolfézsra, és amikor itt van, akkor én is szoktam igen vinni dobórára. Nem szeretném ezt erőltetni. Annak idején a bátyámnak meg nekem is ezt erőltették, és nem mondom, hogy rossz volt, de én ezt Ábelnél nem szeretném alkalmazni. Amikor itt van nálam is, és tényleg hál' Istennek mindig mondja, hogy apa, gyere, menjünk be a szobába, és akkor erősítő telefon, és akkor odél a dobhoz, és akkor zenélünk. De én nem akarom azt, hogy fülni fogva, hogy na, gyere, most bemegyünk, és már pedig egy órát most zenélni fogsz. Ez alakuljon ki nála, hogyha látja nyilván, hogy én a színpadon vagyok, jön koncertekre, és egy idő után ezt úgyse lehet benne elfolytani. Tehát azt fogja érezni, még csak 7 éves, azt fogja érezni, nem tudom, 6-8 év múlva, hogy ő neki ez az élete, és ezzel akar hivatásszerűen foglalkozni, akkor én nagyon szívesen, meg egyébként is nagyon szívesen segítek neki, csak például nehéz tanítani, és most ugye énekzenéből tanulnak ezt, azt, amazt, és próbálok neki segíteni, és egyszerűen tőlem nem fogad el semmit. Tehát mindig sírás a vége, hogy ő buta, és hogy én miért mondom neki, és hogy... tehát azt érzem, hogy az nem jó, hogyha én tanítom. Tehát az a legjobb, hogyha elmegy egy tanárhoz, mert tőlem egyszerűen nem fogadja el, vagy nem igazán működik ez. Kedves televízió nézők, Mics Márton, szaxofonművész, tanárember és apuka. Azt hiszem, hogy akkor ezt a három témát jártuk körül. A tanár kérdésről viszont kevesebbet beszélgettünk. Ugyan utaltál rá, hogy a következő generáció így-úgy, de azért jó pár tanítványod van, magántanítvány is, felteszem, az egyetemen is sok tanítványal foglalkozol. Milyen a következő generáció, a következő felhozatal? Lesznek remek szaxofonosok, Marci? Biztosan. Tehát nagyon sokat változott a világ, hát én is azért már nyilván öregedtem, de nem az elmúlt... Nem köszönöm. Egyébként, na mindegy, nem is mondok semmit, rosszul fog kijönni, de ezelőtt 20 éve is még teljesen más volt a gyakorlás, maga az intézmény, mint iskola.
És azt tapasztalom, hogy nagyon felgyorsultak a dolgok. Tehát biztos te is láttam olyan 21-22 éves gyerekeket, akik úgy játszanak a hangszerükön, hogy nem hiszed el, hogy ez most mitől. És hát nyilván internet, felgyorsultak a dolgok, amit én még kazettáról írtam le, transzkripciókat, szólókat, hónapokig, hetekig egy ütemet, az most már interneten egy kattintásra elérhető. Nyilván az egy másik téma, hogy ezzel lehet vitatkozni, hogy ez most előny, hátrány, de hogy felgyorsultak a dolgok. Talán akkor most ezt nevezzük előnynek. Viszont azt is tapasztalom, hogy kevesebb a tisztelet mondjuk a tanárok felé, a diákok részéről. Nagyon sok link, lusta diák van, aki tényleg csak azt gondolja, hogy beül a meleg terembe, és akkor majd ráragad a tudás. Tisztelet a kivételben mindig van. Én azt mondom, hogy most ugye a Kodányit is említetted, a Kodányi Egyetemen, hogy mondjuk egy 10 fős osztályból van 3 olyan diák, én most körülbelül számot tudok mondani, akiknek nagy jövőt jósolok, aha, és a maradék olyan, a 7 olyan, hogy hát abból lehet akármi, vagy csak azért jött ide, mert nem tudom, nem akart otthon maradni. Már most látom az e-mailjeidet, hogy tanár úr, én vagyok, tanár úr, én vagyok. Igen, az. Ki az? Ki én az 3-ban vagyok, vagy a 7-ben? Ne, nekem ez én a szigorú pedagógiának vagyok a híve. Tudom, hogy 2020-at írunk, és hogy a szülők mennek reklamálni sokszor, hogy a tanár miért ilyen szigorú, én is kaptam már meg, de én nem hiszek abba, pláne egy egyetemen, hogy most ott babázunk a gyerekekkel. Én azt gondolom, hogy nálam is működik ez a jópofaság tanítás közül, meg nevethetünk nagyokat, mindaddig, ameddig van mögötte teljesítmény, és megcsinálják azt, ami a dolguk. Ha nincs, akkor az, hát én nem gondolom, hogy szigorú vagyok, szépen csendbe tudok mindenkinek mondani 2 olyan mondatot, hogy utána sír egy pár percig, és aztán elgondolkozik. Igen, igen. Kedves televízió nézők, én nagyon remélem, hogy mi nem mondtunk olyan mondatokat, amitől önöknek sírni támadt volna kedve. Mics Mártonnal beszélgettünk a próbateremben, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, beugrott hozzánk ide. Köszönjük ezt a 2 remek felvételt, amit elhoztál. És mivel tudom, ahogy itt a beszélgetésben is említettem, hogy családi ügyek és fontos rohanás, nem is tartanánk fel tovább téged, köszönöm még egyszer a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Köszönjük a figyelmet, a televízió nézőknek pontosan 1 hét múlva hívom önöket. Viszontlátásra.